Szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, és örülök, hogy itt a mi berkeinkben, házunkban. A NAV Fejér megyei adó és vám igazgatósága székesfehérvári központjának mintegy 50 dolgozója látogatott el a püspöki palotába és a püspöki székesegyházba. A szellemi, lelki, művészeti és történeti értékeket bemutató különleges idegenvezetésen Spányi Antal megyés püspök köszöntötte a vendégeket. A látogatóknak Mózesi Gergely, a püspöki gyűjtemény igazgatója, várostörténeti ismertetője után bemutatta a székesfehérvári püspöki könyvtár és a székeskáptalani levéltár kiemelkedő műtárgyait. A munkatársaink még nem voltak sem a püspöki palotában, sem a bazilikában, úgyhogy nagy élmény volt nekik, egyedülálló és különleges élmény volt, főleg így advenderekán, hogy ezeken a szent helyeken járhattak. Nagyon köszönjük azoknak, akik ebben nekünk segítségünkre voltak, hogy ide eljuthattunk és láthattunk régi könyveket, kódexeket, azoknak a történetét, illetve megtekintettük a magánkápolnát is, és az abban lévő kincseket, erekjéket. A vendégek miután látogatást tettek a püspöki palota lelki központjába, a püspöki kápolnába, útjuk a Szent István király székesegyházba vezetett. Először Vági Péter építész koordinátor fogadta a rendkívüli idegenvezetésre őket, ahol megtekinthették az első helyreállítási munkálatokat a bazilikában. Smohai András múzeum igazgató, művészettörténész az épületvetítéssel egybekötött 800 éves történetét ismertette, majd Jeszenicki Ildikó Munkácsi díjas festő-restaurátor művész, a nagyszerű egyházművészeti értékeket képviselő falképek restaurálásának folyamatát szemléltette. Nagyon furcsa így látni a bazilikát, hogy fel van állványozva, egészen más hangulata van neki, de amikor felmegy az ember a tetőre, és látja, hogy milyen változások mennek végbe azokon a freskókon, azokon a színeken, és szinte megtapinthatja azokat a szobrokat, amelyeket egyébként lentről maximum csak látni tud, ha ellát odáig, ez mindenkinek nagyon nagy élmény volt. Talán a csönd is mutatta, amit a kollégák tanúsítottak, hiszen csak álmélkodtak, illetve hát kíváncsiskodtunk is, a restaurátorok sok mindenről meséltek, milyen nehéz munkájuk van. A NAV munkatársai végül megtudhatták, hogy az egyházmegyei kormányzati és önkormányzati forrásokból a Szent István király székesegyház külső felújítása 2016-ban fejeződött be. Minden műemléki értékre kiterjedő belső restaurátori kutatást 2017-ben végeztek. 2018-ban teljes felületű régészeti feltárás folyt a templomban. Magyarország kormánya támogatásának köszönhetően a belső restaurálás és építészeti felújítás 2022-ben fejeződik be.